Sziasztok! Hát itt állok egy épület felújítás előtt. A mottó lehetne az is, hogy régen minden jobb volt? Kérdőjel. Hát ebben nem vagyok teljesen meggyőződve, pedig mindenki hangoztatja, hogy persze régen az öregek hogyan tudtak építeni, mennyire tudtak építeni, stb. Aztán maradjunk annyiba, hogy sokszor, ahogy esett, úgy puffadt. Hát ez az épület itt a hátam mögött ilyen. Nem igazán sikerült neki a tájolása, és aztán a kis húgom úgy döntött, hogy ezen javítunk, és nem kacsalábot szerelünk rá, és nem forgatjuk az épületet, hanem megnyitjuk ki a keleti homlokzatát, hogy legalább délelőtt jusson napfény az épületbe. És akkor nézzétek, hogy ez hogyan zajlik egy jó öreg vályokháznál. Szóval itt van ez a kedves, aranyos épület, ami nem is olyan nagyon régi, hiszen állítólag a II. Világháború után épült, állítólag az 50-es években, de nagyon-nagyon a régi paraszti hagyományokat követték, a klasszikus háromosztatú ház, középen a konyha, aztán elől hátul egy-egy szoba. Viszont ez a homlokzat, amit itt láttok, ez egy nagyon-nagyon keleti homlokzat lett. A nap itt a tetőgerinc felett delel, és bizony déltől garantáltan nem sütött be az épületbe a nap, és így aztán valamit tenni kellett, és itt ezt a üvegezett veranda fele eső belső falat. Szóval mit volt mit tenni? Ki kellett szedni ezt a falat, ami itt a déli, pontosabban a keleti irányba esett, és itt mutatja az árnyék, hogy most itt délután 2 órakor, ami valójában 1 óra, akkor ilyen árnyék van már. Már most jobban néz ki a dolog, sokkal világosabb lett a lakás, és mondhatnátok, hogy miért nem néztük meg jobban, amikor vettük. Megnéztük, voltunk vele, a kompromisszumok között fölvállaltuk, hogy ezen nem lehet segíteni. Viszont valamit csak kellett csinálni, és úgy döntöttünk, hogy itt ez a hasznavehetetlen előszoba tornác rész, ami itt látszik, ez hozzá lesz csatolva a házhoz, kihozzuk ide, ebbe a vonalba a teherhordó falat, és akkor egy kellemes épület lesz, és hát közben aztán jöttek a meglepetések, kiderült, hogy itt egy ilyen hol rózsaszínre, hol türkiz zöldre festett fa mennyezet van, ami egyébként egész jó állapotban van ahhoz képest, hogy milyen régóta itt elzárva van, kicsit összeszáradt, de majd igyekszünk ebből valamit kihozni. Itt most alá van ducolva, egy ilyen kis korhatag sárgerenda van itt, ezt innen kivesszük és teszünk helyette egy új gerendát, és gyakorlatilag ezt az egész nyílást, ezt meg fogjuk csinálni, hogy ez egybe legyen, és ennyivel nagyobb legyen a szoba. Itt a falat megbontottuk, csináltunk egy kis pontalapot, hogy egy kis kiváltó pillér ide beférjen, és majd a padlásra is fölkerül egy fa kiváltó gerenda, felülről kap egy deszkaburkolatot, és le lesz felülről sarazva, hogy a párazárás megoldott legyen, és gyakorlatilag egy ilyen szép nagy nyílás fog itt kialakulni. Hát amint megnézitek, látjátok, hogy itt aztán semmifajta rétegrend nincs a padlóba. Most azért lesz egy kis kavics, lesz egy kis hőszigetelés, vízzárás, még ha nem is bitumenes lemezzel, hanem egy ilyen tisztasági lemez fog megoldani. És aztán kiderült, hogy itt van ez a pillér, ez alatt meg jóformán nemhogy alap, de még egy kis kő sincsen. Na hát ehelyett azért fogunk ide egy alapot csinálni, hogy azért ennek legyen némi stabilitása. Fölé is kerül egy fa kiváltó, és hát itt látszik, hogy már bontás közben megrogyott ez a pillér, mert itt elrepett, ott lent is elrepett, úgyhogy ezt sajnos el kell bontani, de utána majd legalább rendesen meg lesz csinálva. Úgyhogy így lesz ez a szoba egy kicsit megvariálva, hogy a tájolás az kellemesebb legyen, és jusson egy kis fény be az épületbe. De hát jobb későn, mint még később, és most így legalább látjátok építés közben, hogy ez hogyan néz ki. Egy komoly, komoly kiváltás lesz itt. Hát igazából ide már egy méretezett szerkezet kell,
nem vasbetongerenda lesz, hanem egy fagerenda, egy dupla fagerendával fogjuk ezt a kiváltást megoldani. Most látjátok, hogy meg van gyámolítva, egy dúcolatot készítettünk ide acéloszlopokkal, aláfeszítettük, ott a srácok megékelték, és akkor így tudjuk ezt itt szépen kibontani. És hát szerintem nagyon jó lesz, ide kívülre új nyilászárók fognak kerülni. Itt, ahol most ez a két nagy nyílás van, ez egy kicsit be lesz szűkítve, de egyébként új nyilászárók fognak bekerülni. Hát ha ilyenek előtt állsz, akkor kívánom neked, hogy sikeres legyél majd a sztoriban. Talán ez is egy kicsit hozzásegít. Ducolást jól meg kell csinálni, az nagyon fontos. Nem szabad csak úgy nekiugrani, meg tényleg ki kell találni, hogy hogyan legyen itt a kiváltás megoldva. Ugye a 200 éves háznál mi ebben már folytattunk előtanulmányokat, és így nem teljesen ismeretlen a feladat számunkra, hogy ezt meg tudjuk valahogy majd oldani. Hát így néz ki építés közben, majd rakok be nektek ide olyan képeket, hogy az hogyan nézett ki korábban, hogyan nézett ki ez az épület. Az biztos, hogy nagyon sötét volt ez a szoba, szinte élhetetlen, de most, hogy ezt a falat innen kiszedtük, akkor így sokkal világosabb és sokkal élhetőbb lesz. És hát majd a kész állapotot is megmutatjuk nektek, hogy hogyan néz ki. Úgyhogy kíváncsian várjuk a folytatást. Ezt egyébként itt teljes egészében SK csináltuk, úgyhogy ezt meg lehet oldani akár egy kis kézügyességgel házilagosan is. A mekmestereket távol kell tartani, mert nem mindig nyúlnak hozzá megfelelően, és durva dolgokat tudnak csinálni, de egy kis hozzáértéssel, meg akarással ezek a dolgok megoldhatóak. Hát így néz ki egy ilyen épület kibontva, ott lehet látni, hogy alul van egy kőréteg, egy kőrétegről indították a sárfalat, nincsen semmilyen fajta szigetelés, egyébként alapvetően nem is nedves, mert ez egy jó helyen van, ez az épület kellően ki van emelve a környezetéből, tulajdonképpen magának a háznak sincsen alapja, mert egy döngölt föld, az egész, ami alatt van, ott látszik, hogy döngölt föld van, és itt sem fogunk új alapokat csinálni, kivéve a már említett pillért. Tehát itt egy elég komoly, pontszerű terhelés jön le, bár ez a tető nem egy olyan nagyon komoly dolog, tehát inkább csak egy kis tető szélesítés, ami itt van, de nyilván azért teher az van, és akkor ezt meg fogjuk most csinálni zsalukőből, és akkor ennek fogunk egy kis alapot adni. Ezt rendesen meg fogjuk csinálni. Na, hát akkor ez lett volna a mai szaki ellenőr tartalom. Sziasztok! Építkezzetek jól, és Isten áld a tisztes ipart! Thank you.